Medence az embereknek, hogy felfrissüljenek a nagy hőségben, és locsolócsúly a növényeknek, hogy ne száradjanak ki. Jelentősen megnövekedett a vízfogyasztás a melegben. A vízművek és csatornázási KKV laboratóriumában, javában zajlik a munka, minden nap ellenőrzik a vízminőséget. A kánikulában a vezetékekben lévő vízhőmérsékleti rekordja is megdőlt, 19-20 Celsius fokos vizet is mértek. Nagyon jó táptalajt képeznek az esetleges mikroorganizmusok szaporodásához, ezért nagyon fontos, ezért is végezzük a sűrűbb preventív jellegű vízhálózati mosatásokat, tehát a tűzcsapokon, a hidransokon, hogy ezt az esetleges üledéket, ami képződhet a vezetékben, mechanikailag kidobjuk. A szabadkai vízhálózaton az utóbbi időszakban negyedével nőtt meg a fogyasztás, ivóvíz azonban lesz. Azokon a helyeken viszont, ahol saját kútból kénytelenek locsolni a veteményes kertet az emberek, az is kétséges, hogy egyáltalán ivóvíz marad-e. Mire a végére érnek, az eleje már száraz. Panaszolja Berkec Imre a veteményes kertjével kapcsolatban. Naponta mintegy 10 órán keresztül locsolja a kertet, a növények többsége azonban szárad vagy fonnyadásnak indult. Az idős ember saját kútjából öntözi a veteményest, az összegyűjtött esővizet is felhasználja. Ha sokáig tart a hőség, akkor azonban könnyen előfordulhat, hogy ivása sem marad vize, panaszolja. Nincs se kanalizáció, se városi víz, semmi nincs. Olyan elhagyatottak vagyunk, ez a rész, meg különösen ez a talaj erre, ez végig homok. Úgyhogy itt lemegy a víz, ha esik is az eső, azért fél óra múlva már nincs belőle. Locsolni sem lehet egész nap, hiszen a tűző napsütésben úgymond megfőnek a növények. Az illetékesek ugyanakkor arra kérik az embereket, hogy mérsékeljék a vízfogyasztásukat.